Köszönöm, hogy eljöttetek. Egy korrekcióval kell kezdenem. Ugye én az ink témában lettem meghívva, mint újságíró, és sajnos ezzel a kiábrándító ténnyel kell kezdeni, hogy a mai újságíróknak nem sok közük van a tintához. Tehát úgy alakult az élet, hogy ez a nagyon meghatározó munkaeszköz, amivel az emberek azonosítják az újságírókat, ez teljesen kikopott a technika és az élet egyéb változásai révén. Bármennyire is szeretem mondjuk én például az íróeszközöket, és szívesen írogatnék hosszasan, papírra, ceruzával vagy tollal, ez gyakorlatilag, hogyha havonta, két havonta megesik velem, akkor sokat mondok. Sajnos ez így alakult, és ez jelzi tulajdonképpen, hogy mennyire nagy változáson ment át ez a szakma, főleg mondom, a technika fejlődésének köszönhetően. Ez azonban nyomot hagyott az egész újságírásnak a működésén, és az újságíró működésén, és ez nagyon izgalmas változás, ami mostanában egy pár éve zajlott le, és még maga az újságíró szakma is egy kicsit kétkedve, meg döbbenten néz a mostani helyzet elé, és keresi azokat az utakat, ahogy ezt tudja használni, vagy hogy mondjuk egy ilyen környezetben akár túl lehet élni. Tehát azt kell tudni, hogy amennyire mondjuk így a filmekből ismeri az ember az újságírót, ugye ő jön, megy, emberekkel beszélget, ballonkabátos idegenekkel találkozik, mély garázsokban, és ott információkat szerez, összegyűrt papírokra ír föl, és utána délután vagy este hazatér, és akkor mondjuk egy whisky mellett az író gépébe így beleálmodja azt, ami történt vele napközben. Most ez már teljesen megváltozott. Nem tudom, hogy volt-e egyáltalán ilyen, mert hogy én már abba a korba születtem bele, és kezdtem el újságírni, amikor a mindennapokat a számítógép meg az internet határozta meg. Milyen hatása van ennek a változásnak az újságírásra? Nagyon izgalmas, hogy alapjaiban írta át az újságírásnak a működését a számítógép, meg az internet és az ezzel kapcsolatos dolgok. Már csak onnan kezdve, hogy az újságíró, amikor valamilyen témát talál, akkor egyre ritkábban kezd el jegyzetelni, mondjuk jegyzetfüzetbe. Én még valamennyire mindig nyomom, mert hogy főleg ezeket a riportos témákat űzöm, amikor az ember kimegy az utcára, és ott talál témát, és göngyölíti föl. És ilyenkor valóban néhány ilyen kulcsszót lejegyzetelek mondjuk valamilyen papírlapra, ami a legritkább esetben mondjuk egy ilyen míves füzet, egy Moleskine, amit nem tudom, filmekben ilyen esetben alkalmaznának, nem tudom, egy blokk hátulja, vagy összegyűrt papírdarab, stb. A legnagyobb részben azonban az embernél már mindig ott van a telefonja például, tehát sokkal inkább azt használom, vannak jegyzetelő programok, egyszerűbb oda beleírni, biztos, hogy nem veszik el, feltöltöm valami felhőbe, hogyha tényleg nagyon fontos. Otthon már nem kell átmásolni, mert hogy behívom egyből a számítógépre, és akkor ott van akár az a kis jegyzetlista, ami alapján elkezdek dolgozni. Az újságírók másik, vagy nagyobb része pedig mondjuk elmegy sajtótájékoztatókra, vagy otthon ül, vagy a szerkesztőségben ül, és egyből a számítógép billentyűzetén kezdi el a munkát. Tehát maga az ink, a tinta, az első pillanattól kiiktatódott ebből az egészből. Az pedig, hogy ennyire átvette a jegyzetfüzet helyét a számítógép, illetve a körülötte búrjánzó infotechnológiai vívmányok, az azzal jár, hogy az ember sokkal más kép, más módokon kezd el információt gyűjteni. És itt jött be az a fajta zsurnalizmus, az a fajta újságírás, ami egy teljesen új
műfaj, és ami nagyon erősen hat a mai újságírásra, és még senki nem tudja, hogy ez most jó, nem jó, vagy neutrális, de valahogy meg kell találnunk a módját, hogy ezt használjuk. Ez az úgynevezett desktop zsurnalizmus, tehát amikor az újságíró nem is megy ki már a szerkesztőségből, vagy a szobájából, hanem szörföl Facebookot, Tumblert, nem tudom, Twittert néz, különböző nemzetközi hírgyűjtő oldalakat böngész, ott talál érdekes információkat, és aztán attól függően, hogy milyen típusú újságíró, vagy mennyire lusta, vagy mennyire szűk a határidő, lefordít valamit, jó esetben meghivatkozza, rosszabb esetben eladja, mint a saját története. Egy kicsit fejlettebb szinten mondjuk 2-3 újsági cikket vagy történetet összedolgoz egy cikké, és abból mégis valamilyen új dolgot állít elő, de nagyon fontos, hogy megmarad abban a körben, amit az internet számára nyújt. És ez egy nagyon hatékony módja ugye a tartalom előállításnak, ahogy ezt már így hívják, mert bemegy az ember 9-re, 10-re, és akkor azt tudja mondani a szerkesztőjének, vagy aki a határidőt neki megszabja, hogy te 2 óra múlva tudok neked küldeni egy anyagot, vagy estére tudok neked küldeni egy nagyobb cikket. És biztos, hogy fog tudni küldeni, mert az interneten mindig történik valami, valószínűleg ti is az időtök egy jelentős részét szúrjátok el a telefont nyomkodva, mint mindenki. Tehát, hogy ott mindig történik valami, amivel úgy el lehet tölteni az időt, ami érdekes, amiről lehet írni, amit meg lehet osztani. És ez a szerkesztőknek is nyilvánvalóan nagyon jó, mert biztos kap valamit, biztos kap valamilyen izgalmas dolgot, valami olyat, amire az emberek szívesen kattintanak, és ez az egész mechanizmus így működik, és tulajdonképpen jó, és az ember hajlamos elfelejteni azt, hogy megmaradt egy zárt rendszerbe, tehát hogy van egy lavor, oda beledobtak különböző formákat, csillagot, háromszöget, meg nem tudom, kört, és akkor ezeket vagy kiszedegeti az ember, vagy egymásra pakolja, de hogy ott mondjuk egy hatszög, hogyha az nem volt benne, az nem is fog belekerülni. Viszont annyi ilyen kis színes forma van, meg olyan flitteres az egész, meg könnyed, hogy az ember hajlamos megfeledkezni arról, hogy van más is. Ez alapvetően egyébként nem baj, vagy nem hiszek mondjuk abban, hogy itt feltétlenül jó-rosszra lehet osztani a világ jelenségeit. Ez egy tény, ami mindenképpen megkönnyíti mondjuk a cikkírást, a tartalomelőállítást, ugyanakkor nagyfokú lustaságra is készteti az újságírót, és ahogy látom, ez nagyon sokakat bele ragaszt ebbe a világba. Van, akik tudatosan maradnak benne, és ezt a műfajt művelik, ami tök jó. Tehát ők tudják, hogy igen, mi egy kis szájt vagyunk, akik avval foglalkoznak, hogy valamilyen típusú híreket visszapörgetünk, lefordítunk, kommentálunk vicces 3 mondattal, rosszabb esetben avval, hogy nem fogod elhinni, hogy mi történt most, az anker közben, és akkor az történt, hogy már nincs bicikli parkoló, és akkor mindenki megbánja, hogy erre kattintott, mert tökre nem is akart ide jönni biciklivel. Tehát, hogy van ez a fajta ilyen kicsit átverős agregálás ezeknek a cikkeknek. És akkor vannak azok az újságírók, akik egyszerűen beleragadnak ebbe, és ilyenből is nagyon sok van, akik művelik, fordítják a cikkeket, keresik az érdekességeket, a vicces videókat, vagy akár a komoly cikkeket, de hogy soha nem jutnak ki ebből a dologból. Ez nyilván a veszélyesebb része az egésznek, vagy legalábbis a közönség számára mindenképpen egy kicsit sivárrá teszi a médiafogyasztást. És akkor ennek a folyamodványa, hogy az, aki viszont kimegy az utcára, az elképesztő téma bőséggel találkozik. És azt hiszem, hogy itt a Creative Morningson írták, vagy szedték össze a legjobban a
mindazt, amivel én foglalkozom, és tényleg, mintha a fizetett PR csapatom lenne, magam is meglepődtem, hogy ennyire jó fej vagyok. Összeszedték, hogy mi mindennel foglalkozom, aminek persze vannak hátulütői, de minden esetre én azt az újságírást művelem, amelyik legfőjebb, vagy nem legfőjebb, de hogy adatgyűjtésre használja az internetet, de utána kimegy, és egyrészt megnézi, hogy amit olvasott, az úgy van-e, vagy miért van úgy. Másrészt pedig egyszerűen hajlandó vagyok témákat keresni a világban, az úgynevezett világban. Ez manapság egyre ritkább, és emiatt van az, hogy cikkeket tudok írni a kortárs képzőművészettől kezdve, a koszovói menekültválságig, gyakorlatilag bármiről, mert hogy elképesztő téma bőség van. Amennyire látszik, az emberek érdeklődnek is az olyan dolgok iránt, amik valósak és első kézből származó információk. Ez egy nagyon markáns átalakulása szerintem a médiának. Olyan dolgok válnak nem teljesen egyértelművé, amik az újságírás alapjához tartoznak. Az újságíró volt, aki jött, ment, hallott dolgokat, meg elment helyekre, és akkor ezt leírta, és hogy ez egyre ritkább már. Ez szerintem egy tök érdekes változás, amiben mondjuk én lubickolok, de hogy összességében ennek vannak azért árnyoldalai a teljes médiát, meg a médiafogyasztást tekintve, főleg úgy, hogy közben pont az internetes térhódítás miatt a bevételek Magyarországon tényleg nagyon nevetségesek egy médiavállalkozásnál, és nemzetközi szinten is egyre nehezebb bevételt termelni, hogyha itt vannak témával foglalkozó emberek, akkor azok még jobban tudják, hogy hogyan is működik ez, de például akár a Google, vagy akár a Facebook előretörése, és az ő ilyen reklámkiszolgáló rendszereik nagyon sok pénzt vesznek el a médiától, ebben nem is akarok belemenni. A lényeg, hogy egyre kevesebb pénz van mondjuk az újságoknál, tévéknél, egyéb médiavállalkozásoknál. Nem kell azért persze most nekem minden este ingyen italokat vásárolni, néha-néha elfogadom, de ami miatt ezt az egészet felhoztam, az inkább az, hogy a médiavállalatok is arra vannak szorítva, hogy jó, hát nem küldjük ki az újságírónkat most vecsésre, vagy akár Nepálba, ahol ez a mostani borzalom zajlik, mert nincs rá pénz, hát úgyis figyelj, fordítsd le, vagy keressél valami mást hírt, mindenképpen lesz a híradóban, lesz a szájtunkon, lesz a főoldalunkon olyan hír, amit elolvasnak, megnéznek, meghallgatnak az olvasóink. Tehát, hogy ez a világszinten is e felé szorítja az embereket, akik a médiavállalkozásokat vezetik, illetve az újságírókat is. Tehát ez egy nagyon érdekes trend, aminek vannak veszélyei, és amit egyelőre nem tudja, azt hiszem, a média, hogy hogyan tudna kiküszöbölni. Tehát az egyik az lenne, hogyha lennének jelentős bevételek, ugye erre pár éve voltak próbálkozások, hogy ugye az internet előretörésével nagyon sok ingyenes médiafogyasztásra való hely jelent meg, hogy akkor fizetőssé tesszük például a ezeknek a hozzáférését. Óriás bukta volt ez az egész. Vissza kellett ebből lépni, tehát hogy egyfajta útkeresés zajlik most. Ez a második vonzat ennek az egésznek. A harmadik pedig, hogy az újságíró egész működése is átalakult. Nem tudom, hogy olvasta-e valaki a Cronenberg nevű filmrendezőnek a Konzum című regényét, az első, meg egyetlen regény ennek az egyébként zseniális rendezőnek, aki szerintem most már ilyen 70 közelében van, ő egy kanadai szuper jó filmrendező, és ennek ellenére ebben a regényben nagyon jól rátapintott arra a visszásságra, meg nagyon jól bemutatta, hogy
hogy hogyan működnek ezekkel a high-tech eszközökkel felszerelt újságírók manapság. És nagyon érdekes, mert úgy fogalmam sincs, hogy neki ebbe hogy volt belelátása, ha csak nem interjú voltak, meg 3-4-szer is jött rá, hogy itt az újságíró egy csomószor blöfföl, nem igazán tudja, hogy miről beszél, mert hogy annyira megszokta, hogy mindent googlöz, mindennek utána néz, minden ott van a gépén, igazából a fejében nincs is annyi információ, mint amennyi témával foglalkozik, mert hogy az IT-s eszközpark és technológiai rendszer ott a háttérben úgyis megold helyette egy csomó munkát, ami mondjuk a végterméken nem feltétlenül látszik, de amikor ez az újságíró, aki az egyik főszereplője ennek a regénynek, jön-megy, akkor nagyon vicces helyzetekbe keveredik azáltal, hogy ő nem feltétlenül ért mindenhez, és ő ezt tudja is, és mondja, hogy hát ebből most hogy fogok kikeveredni, bárcsak rá tudnék keresni erre, de hát most itt vagyok ebben a szituációban. És ebben a regényben mutatják meg azt, hogy ami egyébként zajlik, és aminek nem sok nyomát láttam még így, hogy ezzel foglalkoznának, hogy tényleg olyan információs nyomás van az emberen, miközben van egy olyan információs segítség, amely egy ilyen nagyon érdekes kettősséget alakít ki. Tehát tényleg az van sokszor, hogy az újságírót kiküldik, hogy menj el, figyelj, most nem tudom, Gerendai Károlyt átvette, az Erzsébet térnek az irányítását, ugye őt vett, azt hiszem, egy óriás kereket, és akkor valami furcsa módon hirtelen ő kapott lehetőséget arra, hogy ezt ide felállítsa, és hogy ez egy aktuális téma, majd írjátok meg, vagy nézzetek utána. És akkor kiküldik az újságírót, hogy akkor nézze meg, hogy itt tényleg mi van, és elindul úgy, hogy nem nagyon tud még erről az egész témáról, de a taxiban elkezd googlozni, és mire megérkezik, addigra már egy csomó mindent tud, és akkor nem tudom, hogyha találkozik Károllyal itt, amint csavarozza össze az óriás kerekét, akkor tőle is kérdez valamit, nem feltétlenül tudja, hogy mi az, de majd a hazafelé rákeres. Ez csak egy vonzata, de hogy tényleg egy csomószor az van, hogy aztán ebből szuper anyagokat lehet összerakni úgy, hogy az ember nem feltétlenül mélyed el annyira a dologban, mint nem tudom, Karinti idejében egy újságíró, aki egyetlen témának dedikálta az életét, és arról mindent tudott, és az összes adatot, és amikor kiküldték, akkor a szép víznyomatú jegyzetfüzetével, a plajbászával, ilyen kiás sorokban már ott összefoglalta, hogy mit kell erről az egészről tudni. Szóval ez is egy nagyon érdekes átalakulása ennek az egész műfajnak, szintén nagyon távol az inktől. Megoldásokat én itt nem fogok tudni mondani meg, hogy akkor mifelé halad ez a dolog, mert tényleg így benne vagyunk ennek a változásnak a közepében. De annyit még mindenképpen érdemes elmondani, szintén egy negyedik vonzatát ennek az izgalmas átalakulásnak, az az, hogy mennyire elmosódnak a határok az egyes újságírói műfajok között. Tehát, hogy a klasszikus felosztásban ugye volt az újságíró, aki kiment, akkor vitte magával a fotóst, vagy mint még ma is lehet látni egyébként például az MTV, ugye, aminek nem kell figyelni a pénzre, tehát a királyi tévé, ahol nincs korlát a költségvetésben, hiszen a mi pénzünket szórják. És nem is kell figyelni arra, hogy mifelé halad a világot, például nem tudom, van egy téma, és akkor kijön a hangmérnök, kijön a kamerás, kijön az újságíró, kijön a szerkesztő, és ott van 6 ember, meg gondolom még egy sofőr, meg nem tudom, és akkor ők felvonulnak egy ilyen témához, miközben mondjuk a mi lapunktól, az Indextől kimegy egy újságíró, kiadott esetben kattint 2 a telefonjával, vagy hogyha olyan, hogy hú, ez tök izgalmas, akkor felveszi a telefonjával, vagy vannak nekünk ilyen kis kameráink, és akkor felveszi, de amúgy meg gyorsan leül és megírja, és nem tudom, másfél órával a MTV-s híradás előtt kijön mindaz, amit tudni érdemes erről a témáról, és senkit nem zavar, hogy mondjuk nem
olyan a mélység, élesség, mint a profi operatőrnél, de megvan az információ. És itt az újságíró ugye egy személyben működik úgy, mint egy egész stáb a régi rendszer szerint. Ez sokszor elvárás az újságíró felé, megint, hogy ez jó-e vagy rossz. Nektek, mondjuk, akik a médiát fogyasztjátok, egy csomó szempontból jó, hiszen rögtön megkapjátok az információt, hamarabb értesültök dolgokról. Aki viszont mondjuk a tarbélai szépségű kompozíciót keresi egy híradásban, az lehet, hogy nem kapja meg, mert telefonnal nem lehet olyan képeket csinálni, mondjuk tényleg extrém esetben említem ezt a telefont. Az a kérdés, hogy van-e ilyenre szükség, vagy nincs, vagy ez az egész mondjuk sivárabbá teszi az emberek vizuális műveltségét, vagy sem, ezeket nem tudjuk. De az tény, hogy nagyon sok mindenhez kell érteni, és ez mondjuk a magyar viszonylatban, a magyar médiavállalkozásoknál szintén hatványozottan van így, mivel hogy kevés a pénz, de olvastam, hogy az amerikai lapoknál is nagyon jelentős elvárás az újságírótól, hogy menjen ki és fotózzon a saját anyagához, és akkor azt hiszem, erről olvastam egy cikket, hogy valami nagy hírű újságíró, már nem is emlékszem, hogy melyik lapnál, talán a Washington Postnál, de végül is mindegy, majd rákeresek, felháborodottan mondta, hogy hát figyelj, én kimegyek, de hát küldjetek velem egy újságírót, és akkor ott leszúrta a szerkesztő, hogy öreg, hát tudsz te is csinálni egy képet, és akkor ezen ő háborgott, hogy megváltozott a világ, hogy ő régebben tényleg kiment, és akkor mögötte volt a stáb, és hogy most már kiküldik, hogy ő csináljon mindent. Ez is, mondom, az újságíró szempontjából lehet rossz, hiszen sok mindenre kell figyelni, lehet jó, mert hogy nagyon könnyen mozog az újságíró. Tehát én ebben a helyzetben mondjuk lubickolok, én nagyon szeretek izgalmas helyekre menni, és ott olyan témákat feltárni, ami teljesen új, és mondjuk így ilyen volt, egy éven keresztül jártam ki az ukrán háborúba nézni, hogy mi történik ott, pont azért, mert hogy ezekből a fordított híradásokból hiába tudtam, hogy oké, most Donyeckben lelőttek 12 ember, de hogy egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy jó, de ez most hogy zajlik, vagy mi az, hogy kijevi forradalom, hogy ott mindenki rohangászik ilyen tüzes fáklyákkal, és zúzzák be a kirakatokat, és akkor kimentem, és nagyon izgalmas volt nyilván szemtől szembe látni egy ilyet, és megírni úgy, hogy az olvasók is, vagy ti is talán, sőt a saját kollégáim is jelezték, hogy basszus, hát nem tudtuk, hogy ez így zajlik. Mindenesetre egy ilyen helyzetben viszont nagyon fontos az, hogy az ember gyorsan, könnyen tudjon mozogni, és én magamnak filmezek, fotózok, szerencsés módon tényleg nagyon régóta fényképezek is, tehát hogy nem onnan indult az egész ügy, hogy akkor a kezemben nyomtak egy kamerát, hogy ugyan fotóz már a saját anyagaidat, hanem ez így megvolt nekem régebről. És emiatt valószínűleg nem tudtam olyan képeket csinálni, mint mondjuk a sajtófotó nyertes kollégáim a képszerkesztőktől, akik tényleg szuper jó fotósok, de egy fényképezőgéppel a vállamon nagyon jól el tudtam vegyülni a tömegben, nem kellett másokat keresnem, nem kellett másokért aggódnom, tudtam, hogy mi az, amit le akarok fotózni, mert hogy mi az, amin én dolgozom, mi az az információ, és szuper jól el lehetett vegyülni ezekben a ilyen, hát azért néha veszélyes, néha izgalmas szituációkban, és sokkal mélyebbre tudtam menni szerintem, mint hogyha egy olyan kis tímmel dolgoztam volna, amit mondjuk így klasszikusan elképzel az ember. És ennek én mondjuk, hogyha végezetül így nagyjából lecsengetve ezt a témát személyes vizekre evezzek, akkor én ennek a dolognak inkább így a pozitívumát látom, amellett persze, hogy ez hatalmas munkát is ró az újságíróra, tehát hogy amikor mondjuk
egy ilyen helyzetből visszamegyek a szobámba, hogy akkor nem tudom, este 8-ig kint voltam a barikádokon, és beszélgettem, meg interjú voltam az embereket, meg láttam, hogy mi történik, akkor vissza kell menni, és akkor megírni a cikket, oké, hajnal 1 óra, és utána letölteni a képeket, és azt is megcsinálni hajnal 3, tehát hogy nyilván ez utómunkában is egy csomó terhet, meg plusz munkaórát jelent. Az összkép szempontjából viszont szerintem, hogyha az ember megtanulja, vagy az újságíró megtanulja, hogy ezt hogyan érdemes csinálni, akkor ez jó is lehet. Tehát, hogy én egy csomószor rájátszom arra, hogy igen, nem vagyok fotográfus, olyan szinten, mint mondjuk az, aki díjakat nyer ezzel, és ezt mondjuk, nem tudom, pallérozott oktatóktól tanulta, de hogy nagyon közelről tudom megmutatni azokat, amit más nem. És bízom benne, hogy ez mondjuk nektek is lejön. Szóval nagyjából ennyit akartam így elmesélni arról, hogy miért nincs közel újságírásnak a tintához.